Minden a sportról szólt április 7-én délután a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában. A diákok adtak egy kis ízelítőt abból, amit ők tanultak edzőiktől, testnevelőiktől. Péter a csapatsportokat részesíti előnyben. Az a helyzet, hogy én 7 éve kezdtem már a kosárlabdát, akkor versenyszerűen a PVSK-ban, most pedig itt, hát azóta abba hagytam, így tanulási, illetve szabadidős okokból, és most itt folytatom az iskolába. Heti 2-szer van egyébként kosárlabda, ilyen mindennapos testnevelés óra keretében. Liana sokféle egyéni sportágat kipróbált már, jelenleg az iskola torna csapatát erősíti. Én 5 éves koromban kezdtem szártornázni, és akkor a Suhamónéknál kezdtem, ott voltam 12 éves koromig, majd átváltottam sportaerobikra, a Réfi Eszteréknél a Pérsen ZRT-be, ugye, és azt hagytam abba 2020-ban. Utána volt egy kis atlétika, majd most latin táncba kezdtem szeptemberben, és akkor is kerestem meg a tanárnőt itt a torna lehetőségeket, tehát vannak alapok a tornához. Készülünk az országosokra, és hétfőnként szoktunk jönni egy másfél órára. Majd persze ugye, hogy jön a verseny, akkor még kijönnek, és akkor nyomjuk. Most a megyei fordulón elsők lettünk, azzal kerültünk tovább az országosra, majd ott az elődöntőben sikerült egy második helyet megszerezzünk, és akkor jött az országos, ott már ugye a legjobb 14 csapat szerepelt, és akkor ott sikerült az 5. helyet elérni. A Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában évtizedek óta hagyomány, hogy a kulturális csoportok bemutatkoznak. A testnevelők fontosnak tartották, hogy az intézmény színes sportéletéből is kapjanak ízelítőt a diákok. A tegnapi napon volt a művészeti együtteseknek a bemutatója. Most szerettük volna megmutatni, hogy itt mennyiféle sokszínű sportágakat ismerkedhetnek meg a gyerekek, és hát ez volt a rendezvénynek a célja. Egy kis ízelítő, így a Covid után. Az egyik alapsportág a kosárlabda, úgyhogy az iskolának, tehát a tornacsarnoknak is a névadója, Egyed Misi bácsi, aki a kosárlabdát itt meghonosította az iskolában, úgyhogy nagyon magas színvonalon foglalkoznak itt a kosárlabdával a kollégáim, Farkas, Bocskor Anikó és Pukli Tamás, és a kosárlabda mellett hagyománya van, most már mondhatom azt, hogy a vívásnak is, mert 15 éve foglalkozom a sportággal, és új sportág a floorball, ami egy pár éve jött be, amikor Bábis Péter kollégám átjött ebbe az intézménybe dolgozni. Futó Éva kolléganőm pedig a tornával foglalkozik, Pintér László kollégám pedig a röplabdával, fiú és lánycsapatot is visz. A judo is egy új sportág egyébként, mert az utóbbi 6 évben lehet ezt a sportágat űzni az iskolában. Igazából a mindennapos testség keretén belül foglalkozunk ezekkel a sportágakkal, és hát az a helyzet, hogy van egy kötelező része, tehát a 3 óra rendi testnevelés órán kívül van 2, amikor itt ezeket a sportágakat űzhetik a diákok, és ebben elég eredményesek. Röplabdában, kosárlabdában, tornában, floorballban most ebben az évben országos döntőbe jutottak a csapatok.